Szilvia két iskoláskorú gyermekének vitte haza ma délben az ebédet. Az öttagú családnak nagyon nagy segítsége a vakáció ideje alatt az ingyenes meleg étel. Sokat jelent olyankor, amikor mondjuk nincs időm főzni. A gyerekek hál' Istennek nagyon szeretik az ételeket, általában elég változatosak, úgyhogy meg vagyunk vele elégedve. A vakáció kezdetétől, vagyis június 18-ától augusztus 15-ig minden munkanapon kaphatnak ingyen ebédet Cegléden. A hátrányos, halmozottan hátrányos, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek. A térítésmentes étkeztetés a bölcsödés, óvodás és iskolás korosztályra vonatkozik. Első évben nagyon kevesen vették igénybe, a tavalyi évben már népszerűbb volt, és reményeink szerint az idén még többen igénybe veszik. Cegléd Város Önkormányzata felkészült, megbízta a vállalkozót, anyagi források is természetesen hozzá vannak rendelve. Az étrendet dietetikus állítja össze, így garantáltan finom és egészséges étel kerül az asztalra. A mai menü az zöld borsóleves, és a második fél az pedig rizs hússal. Hát nagyon szeretik, de jobban a rántott húst inkább. Idén is három helyszínen osztják az ebédet, a BEM iskola konyháján, az Ugyeri iskolában és a Budai úton. Csak azok a gyerekek kaphatnak ingyen ételt a nyáron, akiknek a szülei korábban igényelték ezt az önkormányzatnál.